És itt vagyunk. Hello! Hello, sziasztok! Hello, ott van Makaria is, megjelent. Szia, Maka! Szia, hogy vagy? Hello! Hello, sziasztok, sziasztok, sziasztok! Minden szuper, minden király! Itt vagyunk, végre. Végre valahára. Words last. Words last, bizony. Hamarosan indul a 2024-es League of Legends világbajnokság. Méghozzá szerdán, szeptember 25-én, 2 órakor az első mérkőzések. És rögtön elkezdjük most itt. Bele is csapunk a lecsóba, nem húzzuk az időt, mert volt egy kis csúszás. Eredetileg 5 órát terveztünk, most 5 óra. 6 perc van. Na, lényeg az, Makával megbeszéltük, hogy kezdjük azzal, hogy kik azok, akik nem jutottak ki. Nagyon nagy sztárok maradtak le a világbajnokságról, köszönhetően annak, hogy azért még mindig csak korlátozottan a világ 20 legjobb csapata, legalábbis így a régiók szerint, akik részt vehetnek ezen a megmérettetésen. És Maka, neked volt ez az ötleted, kezd valahonnan. Kezdjük akkor a top playerről szerintem, akik nem jutottak ki, legalábbis én azt mondom, hogy egy szemét kell a top playerről kiemelni, talán a tavalyi VB-nek a legnagyobb üde színfoltja volt a felső ösvényen természetesen. Róla nevezték el ugye a VB-dalt is, ez pedig én szerintem Adam és a BDS mint csapat. Összességében mondhatnánk azt, hogy egy pici szívfájdalom, hogy nincsenek ott a Worlds-on, nem tudom, hogy vagy vele Loe, mert mégiscsak Adam champion pulya, és összességében a BDS-t övező úgymond ilyen érdekes, üdes színfoltok, amiket tényleg hoznak a játékba, az lehet, hogy egy picit fog hiányozni majd mondjuk a play-inből. A play-inből. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez nekik lett volna az igazán jó vadászterület a BDS-nek, utána azért én nem vártam volna tőlük sokat, de nem jutottak ki, köszönhetően annak, hogy az LEC-ből csak 3 csapat képviseli az MEA régiót. Akkor Jungle, hát egyetlen egy olyan lengyel játékos van, akiről meg kell emlékezni, és ő nem más, mint Janko. Szerintem, aki szereti a League of Legends-et, főleg az MEA-t, az LEC-t, az európai közeget, annak nem kell bemutatni Jankost. Elképesztően impulzív játékos, nagyon hangos, viszont hatalmas tudással rendelkezik, és szerintem még mindig nem járt el fölötte az idő, de egyre inkább kezd kikopni a legjobbak közül, és átvették már az ő helyét többen is, mint a legjobb jungle-ös a régióban, itt az MLB-ban, akár, majd beszélünk róla, akár Azorkról, akár Jaikról, akár még Eljuját is lehetne említeni, de Jankos neve továbbra is garancia arra, hogy ha Nidalee Lándzsákat kell figyelni az ablak előtt, akkor neki ott a helye. Ha megyünk tovább mondjuk a mid lane irányába, én azt mondanám neked, Loe, hogy kb. 2 játékost is ki tudnék emelni, aki talán hiányozhat majd itt a Worlds-ről, legalábbis annak ellenére, hogy a mid laner felhozott a leginkább stacked, kb. Minden évben. Számomra van 2 olyan játékos, aki az idejében nagyon oda tette magát, hát az idejében is, és 2 külön régióból, de hasonló útvonalon úgymond nem jutottak ki. Az egyik az nem más, mint Rookie, a másik pedig BDD. Hát mondhatnánk azt, hogy mind a kettőiknek elég rögös útja volt, utóbbinak pedig egy hajszál hiány nem sikerült kijutni. Ugye Rookie a Ninjas in Pyjamas-zal tehetett volna kisebb csodát, hogy először jutatja ki őket a Worlds-re, végül a NIP-nek. Hát elég göröngyös volt az az út, és nagyon nem jött nekik össze. Egyáltalán közelébe sem voltak igazán, hogy kijussanak a Worlds-re, míg BDD a KT Rollsterrel egy olyan szériát játszott, ki más ellen, mint a T1 ellen, ami élet-halál harc, és mondhatjuk azt, hogy a Silver Strips után szokás szerint bármi történik, a T1 nyer, ezt tudjuk. Ezt tudjuk, és a T1 ezért is az egyik sötét lova ennek az egész világbajnokságnak, annak ellenére, hogy nincsenek túl jó formában. AD-keri pozíció, lövész pozíció, Deft. Deft szerintem oda kell, hogy érjen minden alkalommal, amikor a legjobb lövészekről van szó. Ő az alpaka, ő a meg nem énekelt zseni, akinek sikerült felérni a csúcsra. KT Rollster, ez a KT Rollster egy elátkozott csapat, szóval nem lehet róluk igazából más mondani. De az, hogy nincs ott Deft, úgyhogy gyakorlatilag róla szólt egy Worlds dal, ő volt a fókuszban, tényleg mindenki is azt a hatalmas karrierutat, amit ő bejárt, azt csak meg lehet süvegelni, hogy honnan hova ért el, milyen csapattársakkal dolgozott együtt, és kiket győzött le a legvégén. Sajnálom Deftet, de valakinek ki kell esnie. Igen, és lassan neki is katonai szolgálat lesz, ha jól igen. Tudom. Nem szóval... tudom, hogy pontosan hogy, de láttam X-en Twitteren, hogy ő is kiírta, hogy megy, de aztán mégse, aztán megint, szóval lehet, hogy jövőre nem látjuk őt. Igen, és akar is visszatérni. Egyébként itt az AD-keri pozícióhoz még oda tenném Rulert is, aki úgy szintén a tavalyi, majdhogy nem Golden Road-ot ünneplő JDG-vel nincs itt a Worlds-ön, és hát ő is azért korábban megnyerték ugye
Mikor nyerte meg Ruler? 2017-ben, azt hiszem? Ugye 7-ben volt a, igen, a legendás döntő, ugyebár talán az egyik leglegendásabb döntő, ha lehet ilyet mondani. Igen, Ruler is hiányozik mindenképpen, mint HD Carry. Jagao a hibás. Jagao elátkozta a csapatot. Kérdés nélkül. Jó, és akkor support? Kit mondanál? Hú. Hát én azt mondom, hogy maradjunk akkor a KT-nál, és akkor Beryl. Mert tényleg Beryl szemszöge talán az, ami meg a KT tényleg olyan szempontból, hogy ott lett volna a helyük a Worlds-en. Tehát idén ennek a KT-nak ott lett volna a helye, de hát Korea nem küldhet 5 csapatot. Sajnos nem, pedig lehet, hogy jobban megérdemelnék, csak akkor megint az van, hogy régiókra korlátozzuk a világbajnokságot, és ott van Kína 5 csapattal, ott van Korea 5 csapattal, és a többi 10 helyet meg töltsék fel a kicsik idézőjelbe, de nem, el kellett tőlük venni azt az ötötiket, pedig pletykálták, hogy lehet, hogy kapnak, főleg amikor látszódott, hogy az Energy féle csoda, és igazából semmire nem volt jó, szóval az, hogy bejutottak, az semmit nem jelentett. Szóval a top 8-ban általában nincsen a kínai és koreai csapatok kívül más, talán idén megváltozik. Lehetne még supportnak említeni, azért ott van Hiriseng, aki nagy veterán, és szerintem ő is kifejezetten jó szezont futott. Nem volt annyira látványosan intelős neki ez a második fele, de ő is lemarad, és akkor majd beszélünk gondolom arról, hogy Észak-Amerikában mi történt, de hogy a Cloud9 nem jutott be, és ott igen, is lehetné emlegetni a neveket, hogy kimúlt ez az egész, hogy miért nem történt meg az, amire azért sokan számítottak, és hogy a 100 Thieves egy ilyen gyakorlatilag full rookie csapattal eljutott idáig, azért az mindenképpen csodába illő dolog. Na de, pörgessük tovább a dolgokat, mert fogy az időnk. Kezdjük a play-innel, és átbeszéljük röviden a csapatokat, hogy mire számíthatunk tőlük. A play-in első néhány együttese, sőt az első kettővel igazából nem fogunk olyan sokat foglalkozni, de ha nézed a streamet, akkor látod, hogy mi van kint, hogy a Pain Gaming ott kell lenniük, mert egy elképesztően nagy régió, de tudjuk, hogy jövőre például átalakítják Amerikát. Teljes mértékben át fog alakulni jövőre Amerika valóban, és talán ez a legfontosabb így az Amerika mint földrész irányába tekintgető nézők számára, hogy komplett át lesz alakítva mind a latin-amerikai régió, mind a Brazil, mint pedig ugye az LCS, gyakorlatilag egy ilyen majdnem összeolvadáson mennek keresztül, vagy mondhatnánk azt, hogy a PCS, vagy inkább APAC, most APAC azt hiszem neveztem APAC-nak, ugye az ázsiai Pacific, az ázsiai és csendes-óceáni régió mintájára fogják létrehozni ezt az amerikai történetet is, és hát igen, most még brazil csapatként van ott a Pain Gaming. Összességében ez a második alkalom, hogy kvalifikálták magukat a Worlds-re, ami olyan szempontból nagy dolog, hogy legutóbb 2015-ben volt erre példa, szóval jó hosszú időnek kellett eltelni, hogy ez létrejöhessen, viszont én azt mondom neked, hogy az, hogy a Loudot le tudták gyűrni, egy nagyon szép teljesítmény, valószínű hozni fogják majd a brazilos Virtust, amit tőlük megszokhattunk, egyébként nem 100%-osak, ezt hozzá kell tenni, de hát a brazil régió mindig is arról volt híres, hogy azért több csapatos régiónak nevezhetjük azon a szinten. És nézegettem itt a játékosokat, hát azt mondanám, hogy Titan lesz a név a csapatban, és akkor a többiektől meg majd meglátjuk, hogy mire számíthatunk, mert Dinkedo és Weiser a topos és a mides, akik azt mondom, hogy ha nem Titan, akkor még talán rájuk lesz érdemes majd figyelni. Ha megnézitek a képernyőn azt, hogy milyen karaktereket játszanak, ugye ez a legutóbbi nyári szezonja a Sibilónak. Sibilót mindig érdemes volt nézni, mert őrült pikkekből nem volt hiány. Kicsit a régió olyan tekintetben elátkozott, hogy senki nem nézi azok közül, akik egyébként nem Brazíliának a nagykövetei vagy a szurkolói, mert mindig egy időben valamivel. Szóval átfedések vannak, és akkor miért nézni a brazil régiót, amikor nézhetsz jobbakat is. De igen, itt van Titan, aki továbbra se tanult meg angolul, de legalább a Draven-jét azt el kell felejteni, mert Draven egyáltalán nem meta, most teljesen átalakult viszont. Ha a pikemről is beszélünk egy nagyon picit, és már itt meg lehet említeni, az AD Carry, mint a legtöbb különböző hőst játszó szerepkör az itt most megjelenhet, ahogy a top is. Ez a kettő szerintem, ami, ahol tényleg bármit behozhatnak, főleg az AD Carry-nek köszönhetően, mármint hogy itt a karakterek, hogy megjelentek top lane-en. Nem tudom, ez a Pain Gaming, ez ott van, de semmit nem kell várni Brazíliától. Ha nyernek egyetlen mérkőzést, és akkor szerintem a csodával határos lesz. Igen, egyet kell értenem veled, hogy az már a bravúr kategóriába fog esni, ha csak nem kerülnek össze a szomszédokkal, úgymond a latin-amerikai csapattal. Talán azt mondom, hogy ott a Movistar Rainbow Seven, akit most láthat mindenki,
bár nagyon magabiztosak voltak, és tényleg ők a régió urai, úgymond, de körülbelül a Pain Gaming szintjén lévő csapatról beszélünk. A legnagyobb érdekesség, azt merném mondani ebben a csapatban, az, hogy Summitot meg tudták szerezni, és az a rutin, amit a tényleg tapasztalt top laner tud hozni ennek a csapatnak, az szerintem egy hatalmas segítség volt, hogy ismételten ők nyerjék a ligát. Valahogy úgy érzem, hogy Latin-Amerika ezekkel a koreai importokkal szeretne beleszólni a nagyok küzdelmébe, mert nem sajnálják a pénzt. Ez látszódik, hogy azért ott is ez a LOL kultúr, ez kialakult. És igen, itt van Summit, akit azért ismerhettek, ő is bejárta a félvilágot gyakorlatilag, igen. És ott van CEO Lions, akik szintén veteránként térnek vissza, Odi csak hasonlóképpen, és nem érezik továbbra se azt, hogy fölkészíti őket maga a bajnoksága arra, hogy mi vár rájuk egy világbajnoksággal, és itt már csak egy LEC vagy LCS csapat is akkora fejtörést tud nekik okozni, ami BO3-ban így lehetetlen leküzdeni. BO1-ben még azt mondom, hogy belefér, hogy ott esetleg összejöhet nekik valami, de BO3-ok lesznek végig, és ezt ne felejtsük el, hogy a BO3-ban ott már kijön azért tényleg az, hogy kik ellen gyakoroltál, kik ellen készültél, és brutális számai vannak egyébként, mind a Pain Gamingnek, mind a Rainbow Sevennek. Viszont ez semmit nem jelent. Az, hogy a meta hogy alakul át, ez megint egy nagyon jó kérdés, mert olyan metán játszanak, amint egy mérkőzés se. És most mindenki nézi a szóló kiút, ahol Sion midek vannak, meg ilyen hasonló őrültségek. Ezért nehéz kibogarászni azt, hogy tényleg mire készüljünk, de szerintem egy nagy truvályokra. Főleg az elején, a play-in az nem erről szólott, inkább ilyen atom metát játszanak. És hát, ha segít, jaj, közben belelóg a kameraképedben, ezt szóljál már. Na, szóval igen, egy kicsit, nem Movistar Rainbow Seven. Semmi extra, menjünk tovább, sokkal izgalmasabb a következő csapat, mert ott van a játékos, akiről szól ez a csapat. Na, ki lesz a következő csapatunk? SoftBank Hawks Gaming. Repülünk tovább, mondhatnánk LEL beolvadó, mert az LEL beolvadt ugye a PCS-be valamilyen úton, módon, és így a SoftBank Hawks Gaming, bár japán csapat, és a japán liga még létező dolog, viszont úgy alakították őket át, hogy akik megnyerik, illetve a legjobb csapatok a ligából, sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de a PCS legjobbjaival kell, hogy megmérkőzzenek, úgymond a kijutásokért itt, akár legyen szó MSI-ról, akár legyen szó Birds-ről, és itt a top három japán csapat került be ugye ebbe a playoff-ba gyakorlatilag, és a SoftBank Hawks volt az a csapat, aki végigvert konkrétan minden tímet, és a döntőbe akár csak tavasszal, most ismételten alul maradtak ugyebár a PSG-vel szemben, de itt most a második hely elég volt ugyebár a kijutásra, és talán ez a legfontosabb, mert mégiscsak a japán ligát úgy tudták megnyerni, hogy a bizonyos DFM-et tudták kijutni, hát lehet, hogy már hallottunk róluk pár szót, ugye DFM tényleg a leginkább, tehát a legnagyobb óriás a japán ligában, de most nem őket fogjuk megcsodálni a Worlds-on, és itt van Evi, illetve a Hüvelykuj, megmutathatja, hogy mire képes ismételten a, hát nem is tudom, hogy a veterán az jó szó-e. Nem, hát ő nem veterán, ő maga a japán LOL. Jutapon mellett ők ketten, akik így mindent megnyertek, örökös bajnokok tulajdonképpen, és bármi történik. Ha lesz majd ilyen LOL Hall of Fame-be már kvázi kisebb nevek beiktatása, akkor Evinek ott kell lennie, hogy Jutaponnak. Mert gyakorlatilag ez az egész régió, ami elég régóta van azért itt az elitben, az róluk szól. Itt van Evi, amúgy koreai többségű csapat, és azért ezt ne felejtsük el, hogy ezért is szerintem a PCS azért sokkal erősebbnek tűnik most ezzel a japán beolvadással, mert a japánok is szerették pörgetni a koreaiakat, és most úgy tűnik, hogy összeraktak egy nyerő csapatot. Evi persze a Kennennyével szerintem, hát azért el fog tűnni, szóval ez a Kennen olyan, hogy ne legyen már meta. Tudod, ez egy... mi a gond? Az, hogy ezt a Kennent, ezt úgy alakította ki ez a csapat, hogy gyakorlatilag a Kennen az egy ilyen szolgamód működik, és ő köré rakják össze a draftot, illetve a játék stílust is, és azt gondolom, hogy ez inkább egy kötelező bannak kell legyen a Hawks ellen, mintsem egy ilyen eltűnő karakter, vagy egy ilyen mém. Nagyon furcsa ezt látni, hogy egy csapat megengedheti magának azt, hogy oké, hogy a legrutinosabb játékosról legyen szó, de beépít egy karaktert úgy a team comba, hogy ezt bármikor képesek elővenni, és tényleg ezzel szolgálja úgymond a csapatot Evi. Ezt szerintem nem szabad megengedni magadnak egy Worlds színpadon.
Nem lesz könnyű dolguk, viszont a továbbjutás közel van nekik, én úgy gondolom, mert a két kicsit, a Paint és a Rainbow Seven-t kivehetjük a képletből, és akkor utána azért elfogytak azok az ötösök, akik nagyon távol lennének a többiek. Szóval itt azért elkezdünk egy kicsit összetömörülni, és a következő együttesünk a legnagyobb kérdőjel, mert ők nem léteztek eddig, Viking Esports. Ugye tudjuk, hogy ők voltak a legjobb csapat a Vietnámban, aztán kikaptak a döntőben, nem tehetnek róla, rosszul jött ki nekik a lépés, de maga az együttes egyébként nagyon jó. Szóval Kati Shogun ott van, Shogun tudjuk, hogy egy vadállat, Takival együtt, de most nem Takival, hanem Kati. Kati meg egy elképesztő veterán, és Katit hasonlítgatták össze Csovival, mert hogy ők ketten a legnagyobb korki mélynek. Igen. Most így az összes játékos között. Igen, ráadásul itt a Vikings eSportsnak igencsak rögösen indult az év, mint ahogy a mondhatni teljes vietnámi régiónak, azért ezt meg kell hagyni, hogy tudjuk, hogy milyen balhék voltak itt, ugyebár is nagyon sok játékost eltiltottak, erről bárki talál információt, mert rengeteget megosztott a liga hivatalos oldalakon is. Hát mondhatnánk azt, hogy a Vikings is úgy indult neki, hogy új csapat, és úristen, szereztünk két nagyon erős játékost. Aztán jött ugye a csattanó, hogy a másik három játékos benne volt ebbe a balhéba, őket le kellett cserélni. Mázli, hogy a két rutinos, és tényleg ez a Kati Shogun, mondhatni, tengely megmaradt, és fel tudták őket úgy használni, hogy statisztikák is mutatják, ők abszolút a nevek, a carry-k, a sebzést ők osszák ki, viszont a mondhatni újonnan beugró játékosok is abszolút megállták a helyüket, és nagyon szépen belettek építve. Ahogy te is mondtad, hát csak a GAM volt az, aki le tudta őket gyűrni. Valahogy a GAM árnyékából kell majd innen valahogy kilépni. Én azt gondolom, hogy hát az, hogy Shogun tudott pentát szerezni a GAM ellen, azért ez mutatja, hogy megvan bennük az a fajta robbanékonyság, hogyha kell, amúgy bárkit le tudnak győzni. Azt merem mondani neked, hogy bomba meglepetés lenne, ha kijutnának a play-inből, viszont ha azt megcsinálják, akkor az biztos, hogy a Shogun Kati páros beírja magát a történelembe. Nagyon közel vannak a negyedik továbbítóhoz, én úgy gondolom, mert majd megyünk tovább, de azért itt már érződik, hogy a Viking és a GAM az majdnem egy szint. Tényleg, igen. Viking jobb volt, stabilabb volt, csak a döntőben jobban kijött a lépés a GAM-nek, a alsóágra nyert a GAM, és akkor mehetünk is rájuk tovább. Ők a örökös bajnokai a régiónak, és akkor itt te fel is írtad a statisztikát, hogy hányszor nyertek sorozatban. Ez a csapat is rendben van, tényleg nem lehetne beléjük kötni, viszont pont a Viking az, akik mutatták, hogy azért BO1-ekben, vagy ilyen rövidebb időszakokban meg lehet fogni a GAM-et is. A GAM mégis megnyerte a régióját, de nem számít, szóval teljesen mindegy, hogy nyertél-e, vagy nem nyertél. Meg a BO3-ban a Wurzon kell bizonyítanod. Pontosan, összességében tényleg itt összeszedtem én is, hogy a GAM-nek milyen statisztikái vannak, és csak arra tudtam következtetni, hogy ők a BCS G2-ja gyakorlatilag, mert 6-szor nyertek zsinórba, ráadásul úgy, hogy nem volt túl sok változtatás ez alatt az időszak alatt a csapaton belül, tehát nem arról van szó, hogy teljesen kicserélték volna az együttest, miközben sokáig nem igazán volt ellenfelük úgymond a ligában. Persze, beszéltünk arról, hogy mindig volt mondjuk egy Saigon Buffalo, vagy egy-egy olyan csapat, aki felnőtt melléjük, de azt gondolom, hogy ennek ellenére mindig is ott voltak, és érződik az, hogy a GAM-nél a háttérstáb gyakorlatilag nagyobb, úgymond, ismerettséget élvez, vagy nem is tudom, nagyobb rivaldafényt élvez sokszor, mint a játékosok. Ez pedig valamilyen szinten úgymond előny lehet számukra. Ha pedig egy kicsit bele akarunk menni úgymond a részletekbe, biztos vagyok benne, hogy pikkek terén ettől a csapattól lehet számítani már a play-inbe is valami izgalmat. Most ugye Aurora úgy néz ki, hogy lesz, ugyebár. Lesz, nincs tiltott karakter a Wurzon. Jelenleg úgy néz ki, aztán, hogy lehet, hogy két meccs alatt látunk olyat, ami után azt mondják, hogy kiveszik. Viszont tényleg itt a top lane-en abszolút számítanék Aurora játékra. Levi vagy Levi, meg a Jungle-be, amiket mutogatott, tehát azért vannak neki, hogy Sivana meg Lilia gameplayei, nem kevés, ezekre mindenképpen majd érdemes lesz figyelni. Nagyon robbanékony csapatról van szó, tényleg ők fejjel mennek a falnak, és ezt jó látni, hogy ők bevallalják ezeket a pofonokat, és működik is, szóval azt nem lehet tőlük elvenni, hogy nem nyerték volna meg a döntőt, megnyerték, méghozzá simán megnyerték.
3-0-áztak, és ez azt jelenti, hogy a GEM Vietnámból megint megpróbál bejutni, és érdemes rájuk tippelni, mint a kis régiók legjobb csapata pikenbe. Szóval azért én még mindig úgy gondolom, hogy a tapasztalat az mellettük szól még akkor is, hogyha a Viking talán erősebbnek tűnik, de nagyon közel vannak egymáshoz. Viszont jön a következő csapatunk, akit mindenki továbbjutásra ítéltetne, mert csak azért az LCS-ből jönnek, viszont ez nem egyértelmű, mert a 100 Thieves azért messze van attól, hogy úgy beszéljünk róluk, hogy igen, tényleg ők a LCS harmadik legjobb csapata, pedig azok. Igen, a meccs eredmények alapján valóban az LCS harmadik legjobb csapata. Azt lehet mondani, hogy a Fnatic, amit művelt a G2-val 2021-ben, amikor a G2 nem jutott ki, na ugyanezt művelte a 110 Cloud9-nal, és tényleg bomba meglepetésre győzték le azt a Cloud9-t, akit nagyon sokan, nemhogy Awards résztvevőnek, de akár döntős, LCS döntős és bajnok csapatnak vártak. Ehhez képest jött River és a négy fiatal srác, úgymond, aztán hazaküldték a Cloud9-t, hogy nézhetitek otthonról a Worlds-ot. És ez a 100 Thieves, ahogy te is mondtad, fiatal. Elképesztően fiatalok, bár igazán nagy rookie-juk az a top lane sniper. Ő az, akire oda kell figyelni, csak nála is, ha megnézed, azért a champul, hát az nem túl bő. Van itt néhány karakter, akit állandóan be, az a Relector Xanthia, fölkészülsz belőle, akkor gyakorlatilag hülyére nyered magad a felső ösvényen, és azért mutatja, hogy több vereségük van, mint győzelmük. Nem tudom, ez a 100 Thieves csodát művelt azzal, hogy tudott nyerni tényleg itt a Cloud9-nál egy 3-1-re. És ez az egy, ami megmentette nekik a szezont, abban a tekintetből, hogy ők nem akartak most kijutni sehova. Ez egy hosszú távú építkezés volt, csak véletlen minden összeállt. Kicsit, mint a Mad Lions Koi, hogy ők is szerintem ezzel a csapattal nem is álmodtak arról, hogy Worlds-re juthatnak, és mégis ott vannak, de persze aztán jött a valóság, és a FlyQuest tönkreverte őket, és a FlyQuest-et most már sokan úgy is tartják, hogy a nyugat reménysége. Többet várnak tőlük, mint a G2-tól. Legalábbis néztem néhány tier listet, Kédről is úgy beszélt róla, meg Vedius is, szóval azért itt helyén kell kezelni a dolgokat, örülünk a 100 Thieves-nek, szerintem nem fognak tovább jutni egyébként. Őszintén szólva engem is nagyon meglepnének, hogyha sikerülne itt a továbbjutás Quidéknek. Az biztos, hogy figyelni kell, mert alapjáraton ennél a csapatnál én azt mondom, hogy ha a mid-jungle párost meg tudod fogni, akkor a másik három játékos egyszerűen nem fog tudni túl sok vizet zavarni. Több interjúban is elmondták, hogy River mellett Quid volt az, aki nagyon-nagyon sokat segített így a csapat irányításában, és már csak emiatt is gondolom azt, hogy ha őket megfogják, akkor nem lesz további jutás. Ha sikerül bejutni a Swiss Stage-be, akkor meg le a kalappal az LCS előtt. Azt tudjuk, hogy a következő csapat nagyjából kezet foghat a 100 Thieves-el, ami a kijutást illeti. A számok nem hazudnak. 37%? Elég jó. Szomorú. Itt van a tavasz is, az 49, az sincs 50%. De azt kijelenthetjük, hogy a 100 Thieves-hez hasonlóan a Mad Lions is. Van egy veterán jungle-osod, aki irányítja a csapatot, és mellette ott van négy kisov is nagyjából, de természetesen erről jóval többről van szó. Főleg a Mad Lions esetén, ahol mégiscsak úgymond már Freskovi is a fogadott spanyol titulussal rendelkezik, szóval majdhogy nem full spanyol team. Nem teljesen spanyol csapat, bizony a Mad Lions Koi, akik nagy meglepetésre eljutottak a döntőig télen az LEC-be, és utána nyáron meg volt két nagyon jó szériájuk, és az pont elég volt. Ennek köszönhetik, hogy itt vannak. Az, hogy mi történt tavasszal és mi történt nyáron, azt el kell felejteni, a Season Finals-ben jól játszottak, és a G2-t meg tudták verni. Szóval aki a G2-t megveri, az megérdemli, hogy ott legyen szerintem az LEC-ből a világbajnokságon, és nekik ez sikerült. Én elárulom, hogy szupát tettem, mint pentakill, és szupát tettem, mint legtöbb kill. Itt a play-inben neki lehet tündökölnie, mert itt lehet a Mad Lions Koi-nak még valamit keresgélni. Amikor jönnek majd a gigászok, ott azért a Mirvin-féle taktika is meg fog bukni, ezt most ezt tudom garantálni. És most tényleg a Mad Lions Koi-ba inkább belelátom, hogy tovább jutnak, mint a 100 Thieves-be, mert azért itt a Season Finals nagyon egyben volt náluk, és ha arra tudnak építeni, meg a meta nem alakul át túlságosan, akkor szerintem nekik minden esélyük van. Viszont nem ők a legnagyobb favoritjai a play-innek, hanem természetesen mi más, mint a PSG talán. Nők a következők. Így van. Összességében a Mad Lions az még annyit hozzátennék, hogy egyet tudok veled érteni, hogy inkább ők, mint a 100 Thieves, mert mind a mellett, hogy valóban nagyon jól néztek ki a Season Finals-re, azért meg kell hagyni, hogy ahogy indították az évet, mint rookie csapat, mindenki az utolsó helyekre rakta őket,
és nem ijedtek meg attól, hogy jaj, most eliszívekkel játszanunk. Szóval ilyen szempontból szerintem a World színpad sem lesz nekik akkora lámpaláz, mint amit a 100 Thieves-től várunk. Otthon játszanak, akkor... ne felejtsük el, hogy ők Berlinben lesznek a meccsek, szóval nekik ez hazai pálya Mad Lions Square-nek, és ez sokat segíthet. Na de PSG talon az abszolút legnagyobb favoritok. Konkrétan az a csapat, aki ha nem fog kijutni a play-inből, akkor valószínűleg meg fogják őket kövezni. A PCS isteneiről van szó. Nemhogy dominálják a régió, de tényleg mindent meg is nyernek. Amit ahol indul a PSG, és nem MSI vagy Worlds, azt gyakorlatilag simán nyerik. Néztem a statjaikat, és tényleg ez a 19-3 lose az alapszakaszba, 28-4 lose a rájátszásba, egyszerűen ez brutális így meccs számokat tekintve. Tudom, a Smurf Q az ő helyzetük kb. És nem változtattak a csapaton, szóval ők ugyanezzel az ötössel álltak ki az előző nemzetközi tornán is, és ott se volt rossz a teljesítményük, és ezért a PCS-nek a top csapatát, a PSG talont, a global ranking, ugye meg lehet nézni, most kirakott a Riot Games egy nagyon fura számolás, hogy kik a világ legjobb 60 csapata egyébként, és abban néhányat már láthatatok, azért a PSG talon nagyon magasan van, csak azért, mert hogy nemzetközi szinten egyébként ők nem olyan rosszak. Persze a csoportkör, a Worlds csoportkörbe már nem megy nekik annyira, vagy a Swissbe, vagy éppen hogy hívják, de addig el tudnak jutni. Ott megáll a tudomány, elképesztően erősek, szóval tényleg itt van Maple, itt van Junjia, Aziba lehet bízni, Betty Woody meg hát nem csinál sokat, de azt jól csinálja, szóval igen, neki így néz ki az ötös. Igen, nagyon stabil a Betty és Woody botlane páros. Valóban Maple kapcsán az lesz majd érdekes, hogy mennyire tud lénelni. A tegnapi nap folyamán, aki esetleg követi a Champions Q meccseket, nagyon sokan ugye streamelgetik ezeket, és mind Bipónál, mind Dandomnál lehetett meccseket nézni tegnap. Egy csapatban játszott Bipó, Dandom. Nem is tudom, Jackies volt a midesük, és Jackies konkrétan 2-2 meccsen azért odapakolt Mepelnek egy pár sajtos tejfölöst. Kárzi volt az AD carry, azt hiszem. Azt hiszem Kárzi volt, igen, az AD carry, és érdekes meccsek ezek, mert tényleg review, kommunikáció minden hallható, minden van a meccsek után, szóval nagyon sokat lehet belőle tanulni, akár csak mint játékos. És három PSG játékos volt ellenük, pont a topos jungles, illetve mides trió volt, és eszméletlen jól játszottak. Szóval én azt mondom, hogy a PSG, ha nem jut ki a play-inből, nincs olyan forgatókönyv. Nem, akkor felosztik a csapat, meg megszüntetik, behintik sóva, fölgyűjtják, minden lesz. Szóval tényleg ez a PSG most talán a legerősebbnek tűnik azóta, hogy eljutottak az MSI-n a top 4-be, ami nekik továbbra is a legnagyobb sikerük nemzetközi szintére. Ez a play-in, én úgy gondolom, hogy továbbít a PSG talon simán, továbbít a GEM, továbbít a Mad Lions Koi, és lehet, hogy nem a 100 Thieves, hanem a Viking. És ez azért lehet így, mert két csoport van, és a végére majd akik veszítettek, keresztbe játszanak. Szóval nem az van, hogy a saját csoport ellenfeleidet kell újra megverni, hanem keresztbe kell játszani, és ezért a PSG és a Mad Lions Koi el is kerülheti egymást, amit tök jó lenne, mert akkor nem kéne azon aggódni, hogy a Mad Lions Koi megállítja a legerősebb csapat, és akkor az NEC, meg Európa, meg az MEA-nak nincs egy esély arra, hogy tényleg ott legyenek a Swissbe maximális létszámmal. Szóval én azt mondom, hogy a 100 Thieves nem fog kijutni, és inkább a Vikings tippelni. Hát az biztos, hogy fel lesz adva a 100 Thieves-nek a lecke, hogyha szeretnének innen kijutni. Összességében azért, nem is tudom, negyedik részvétele már a VB-n a 100 Thieves-nek. Könnyen lehet, hogy ez lesz, ahol a play-inben meg fognak állni. Ha valamelyik nem említett csapat jutna ki, legyen szó itt akár a Hawksról, akár a brazil vagy latin-amerikai csapatról, az meg egyenesen bomba meglepetés lenne. Főtábla, és kezdjük úgy, hogy LCS, LEC, LPL, LCK, ez lesz a sorrendünk. LCS szerintem kezelhetjük egyben nagyjából, most gyorsan pörgessük először a Liquidet, utána a FlyQuest-et, mert itt is az történt, ami történt Vietnámban, hogy nem a Liquid lett a bajnok, de a Liquid volt a legerősebb csapat összességében, hanem a FlyQuest-nek sikerült nyerni. Ez a Liquid nagyon jó, és Umtinak az érkezése hihetetlen, szóval ez a játékos egy futottak még koreai együttesből érkezett a Bro-ból, átjött, tud angolul, és tök jól irányítja a csapatot. Igazi szolga, nézzétek meg, nem sebez, nem játszik Carrick-kel, csak a Maokkal, csak a Sejuani, és megoldják a többiek.
És a legnagyobb a fejlődő játékos idén, ha nem épi összességében az egész világon, akkor senki. Erről majd beszélgetünk még szerintem itt a Worlds közben, hogy kifejlődött a legtöbbet, de az biztos, hogy, Umti érkezése rátett még egy szintet erre a csapatra, és kérdés nélkül azt lehet mondani, hogy a Liquidnek nagyon jó esélyei vannak akár egy kisebb meglepetésre is bejutni mondjuk egy legjobb 8 közé, hogyha a sorsolás egy picit kegyesebb hozzájuk majd, de erről is fogunk úgy is beszélni, hogy miben változik egyébként a Swiss Stage, mert azt gondolom, hogy idén jóval nehezebb lesz majd a nyugati csapatoknak úgymond szerencsés sorsolást kikapni, olyan szempontból, hogy nincsenek ugye rematchek. Viszont valóban nem sok változás volt itt a csapaton belül, azt ki lehet emelni, hogy Impact lassan 100 éves lesz, de még mindig olyan szintet képvisel a top lane-nál, hogy hát ki, ha nem ő, ugyebár az észak-amerikai régióból. Én szerintem az ő játéka lesz az, ami lehet szó a legunalmasabb Ornn Xante gameplayekről, akkor is bármikor megnézem a top lane játékát. Imádom egyébként a Team Liquidet, én nagyon-nagyon kedvelem őket világéletemben, nagy szurkolójuk voltam tényleg, amikor nem is ezzel a csapattal álltak ki, de talán most érzem azt, hogy ezt most bizonyítani kéne, mert ha most nem, akkor tényleg mindenkit elküldenek nyugdíjba, Core JJ-t is, Impact-et is, akit csak lehet, és akkor jöhet az újjáépülés, Umti, Apa és Ion körül, ők még fiatalok, Impact és Core JJ meg már világbajnok, érje be ezzel. A FlyQuest meg azért lesznek izgalmas csapat, mert Bipo egy toxik vadállat, aki mindenkinek beszól és mentális egészségi állapota sincs a toppon, ezt ő maga árulta el, de jól játszanak, és megverték a Team Liquidet a döntőben, úgyhogy nem ők voltak a legerősebb csapat, és azért jól működik szerintem ez az ötös, mert egy elképesztően eltérő stílusokat játszanak. Szóval mindenkinek megvan a kis zónája, és ez a sok kis zóna együtt kiad valamit, ami egy ős káoszt okoz, és azzal nem lehet mit csinálni, és Bipo bármekkora toxik állat, meg nagy az arc, meg hogy ő a legjobb játékos a világon, meg nem ér semmit az EMEA, hogy gyakorlatilag lehugyozzák őket, ilyeneket mond. De tényleg ezt ő mondja a saját streamjébe. Nem lehet azt mondani, hogy ne lehetne tényleg alapja ennek a kijelentésnek, mert most jó formában van Inspire, meg továbbra is kelet. Szóval a nyugat legjobb jungle-ese. Az biztos, hogy Inspire egy teljesen más szinten jungle-ezik, mint bárki a nyugaton, és tényleg, ha valaki ő felveheti a versenyt a legjobb jungle-esekkel is a világon, még mindig, pedig arról van szó, hogy amióta kb. A Rogue-ban volt az utolsó éve, akkor már elkezdtünk arról beszélni, hogy ezen a szinten van, és azóta tartja ezt a szintet. Persze voltak neki is apróbb, vagy éppen mélyebb hullámvölgyei, de egyszerűen nincs bírás vele. Az valóban, hogy van egy Bipo a top lane-en, aki ha kell, úgy szintén Impact-hez, illetve úgy kb. A legtöbb top lane-erhez hasonlóan bevállalja a szolgalétet, az megint arra utal, hogy igenis a Quad Massu páros, hát itt talán a nagy carry, majd. Én is így gondolom, viszont náluk is az a probléma, mert mint a FlyQuest-nél, hogy nagyon egydimenziós a hősválasztásuk, szóval nem variálják, persze sok karaktert játszanak, de benne 15 Renekton, szóval csak Renektonozott, csak korkizott Quad, Massu, S-ezett, Buzio, csak kis kizáról Leonáza, szóval ha ezekre ráfekszik az ellenfél, fölkészül alaposan belőlük, akkor nem hinném, hogy nagyon nagy problémákat okoznak. A BO 1-es segíthetnek nekik, én úgy gondolom, de amikor BO 5 lesz a továbbításért, ott azért kijöhet majd talán a lépés, hogy nem ők a kedvezményezettek. Bízzunk benne, hogy lesz egy nyugati csapat, amelyik felveszi a versenyt kelettel. Ha FlyQuest lesz, akkor az a FlyQuest. És inkább FlyQuest, mint a következő együttes, ami a Fnatic. A Fnatic. Ők következnek. Jó. Hol kezdjük a Fnatic terén? Mert visszavehetnénk egészen season 1-ig, és már akkor tudnánk beszélni ugyebár a Fnaticról, hogy Mizu van, de értelemszerűen ez a csapat is az utóbbi években rengeteg változáson ment keresztül, viszont a mostani roster azt mutatja, hogy ez az építkezés, ami zajlik most már nagyjából egy ilyen 2-2,5 éve, az egyre inkább beérik, egyre inkább kifizetődik, és arról van szó, hogy azért most már ott tart a Fnatic is, hogy a G2-val, ha nem is teljesen fej-fej mellett, de felveszik a kesztyűt, és ez régió szinten nagyon jó. Na most, ha megnézzük a játékosokat,
megnézzük a tapasztalataikat, hogy mit mutattak eddig, akár tényleg világszinten, akkor viszont lehetnek aggodalmaink a Fnaticekkel szemben. Oszkár Enőnek volt igen? Jó tapasztalata, mert a sérülés után nem volt vállalhatatlan a teljesítmény, és szerintem nála ez igen. Már egy óriási pozitívum, hogy tényleg tartotta a lelket önmagában meg a csapatban, viszont az a botlane az óriási kérdője, és nem June miatt, hanem Noah miatt. Igen, és pont ez lehet a talán legnagyobb problémája, úgymond a Fnaticnak, hogy nincs egy olyan carry, aki azt mondott, hogy na majd ez lesz az a csávó, aki szétbombázza az ellenfeleket. Miért? Ha megnézed, Oscar Innin stabil, ha kell, be tud hozni olyan karaktereket, mint a Kennen, be tudja hozni a Rumble, be tud hozni tényleg carry-sebb karaktereket, de nem feltétlenül erről híresült el. Noah a botlénen olyan szinten egysíkú játékot játszik, ahogy adaptálódik a meta, úgy próbál adaptálódni ő is, viszont nem játszik, azt mondanám egyszerre, három karakternél többet. Olyan szinten kiszámítható, mint az 1-1. És akkor van egy humanoidod, aki konkrétan a Caps után tényleg a nem király, de mondjuk a herceg lehetne itt a midlénen EU-s szinten, ehhez képest nincs igazán nagy győzelem a neve mellett. Tehát nem tudunk semmit felírni humanoid neve mellé, hogy mit tett volna le úgymond az asztalra. Stabil, évek óta nagyon jó, viszont ő sem feltétlenül az a carry típusú játékos, mint mondjuk egy Caps, akinél tudod azt, hogy kap egy Tristanát, akkor az nem farm lesz 40 percig, hanem igenis már 15 percnél kiveszi a részét a harcokból. Humanoid inkább a stabilitás. Nem jött kinek jól a Mad Lions-ös, megnyerünk mindet, MEA vagy akkor vége EU szinten, és utána a Worlds-ön nem igazán tudunk mit csinálni. Hát és ez az árnyék, ez továbbra is azért rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan állunk humanoidhoz, és szerintem pont mindig a nemzetközi versenyek meg a világversenyek bizonyítják azt, hogy azért szerintem tőle sokkal többet várnék minden alkalommal, és valahogy ezt nem tudja bizonyítani. Persze, ott van a másik csapat, akik szintén nagy kérdőjel, mert mindent megnyert a G2. Mindent megnyert a G2 az RC-ben, és mégis gyengébbnek érződik, mint az utóbbi években bármikor. Hát igen, ráadásul tényleg úgy, hogy az a Fnatic is, aki bomba formában volt, konkrétan, ha nincs Razorknek a tökéletes, vagy majdnem tökéletes teljesítménye, akkor abszolút nincs partiban a Fnatic a G2-val, azzal a G2-val, aki meg eddig nagyon jó úton halad a felé, hogy most már 2019 után ismét felmutasson valamit nemzetközi szinten is, mert úgy érzem, hogy itt az év második fele úgy alakult a G2 szemszögéből, hogy mindenkit be akartak alázni, úgymond, mindent meg akartak nyerni, de voltak bukdácsolások, és ez nem feltétlenül tett rosszat a csapatnak. Sokkal inkább, amikor kritikus pontok jöttek, akkor még inkább higgadtabbnak érződött a G2, és még inkább érződött az, hogy fejben nem, hogy ott vannak, de ha kell, a clutch pillanatokat is elő tudják úgymond húzni. Legyen szó itt Hansama, Caps, Yike, vagy éppen Broken Blade-ről. Sőt, Mikinek is olyan popi játékai voltak, ami miatt nem egy embernek popi bekerült szerintem a legtöbb külön róla játszott hős választásába. Ja, csak popit kell szerintem oda tenni, mert a többiek azok azért sokkal szituációsabbak, láss például az Eri vagy a Varus. De igen, jól összefoglaltad a G2-t, hogy azért a teher alatt nő a pálma tipikus igen. Esete, hogy a legnehezebb pillanatokban tudtak a legjobban játszani, és azért mégis a bajnoki címekben csúcsosodik ez ki, viszont most nem érezzük azt, mint amit tavaly volt, egészen addig, amíg nem történt meg az a jaj, betegség, vagy valami ott kimaradás, és akkor az Energy ellen elveszítették a továbbítást érő szériát, meg előtte is azért már ott a Genji-től is nagyon simán kikaptak. Szóval ott valahogy megtört a G2, és ebből semmi nem látszódott az LEC-ben, de a Season Finals-ben veszíteni szériát, alsóvágon szenvedni, és persze akkor is megnyerték, tök mindegy, hogy milyen úton, módon, de megnyerték a ligát, de nem annyira dominánsak, mint amit talán vártuk tőlük. Szóval nem nullázták le az egész LEC-t. Most egy kicsit azért inog alattuk a talaj, de mégiscsak ők az abszolút favoritok. Az early game-ek, ha nem tudják megjátszani, szerintem Kína is és Korea is meg tudja őket verni bármikor. Még a negyedik helyzetek is. Hát nem fogok vitatkozni veled. Valóban az a helyzet, hogy a G2 azon a szinten van, ahol azt mondanánk, hogy a harmadik, negyedik helyzet csapatokkal valószínűleg fel tudják venni a versenyt, és ha a top formáját hozza a G2, akkor igenis van esély, ha viszont nem alakul valami jól, akkor, ahogy te is mondod,
Nem, hogy a Kína-Korea negyedikektől ki tudnak kapni, de simán benne van, hogy az LCS, nem is bármelyik csapatától, de mondjuk az első két csapatától becsúszhat a G2-nak is komolyabb vereség. Megvolt az LCS, megvolt az Elise, menjünk tovább az EPL-lel, és most fölteszem a 100 millió forintos kérdést, melyik a negyedik helyzet csapatuk? A Weibo vagy az LNG? A Weibo. Oké. A Weibo-nak kéne lenni, igen, a Weibo a... negyedik és a negyedik az LNG helyzet. A harmadik. Így van, mert a Regional Finals az LNG nyerte. Hát ez a Weibo megint valahogy csak elveregette magát, oda, ahova nem kellett volna nekik, mármint, bocsánat, de továbbra is úgy gondolom, hogy csak a szerencsére köszönheti. Nem, egyébként a Weibo bejutott a döntőbe is, hogy aztán tönkreverjék őket tavaly, és most megint itt vannak, senki nem tudja, hogy mire képesek valójában, de ez a srác, ő itt a Zhaohu nevű fiú, ő azért rekordokat írja folyamatosan. Az az érdekesség, ugye, ezt a Weibo gaming csapatot már nagyon régről ismerhetjük, méghozzá 2020-ban jutottak ki először a Worlds-re, akkor még Sunning néven futott az együttes, és hát azt kell tudni, hogy akkor is a döntőbe jutottak be. Maradjunk annyiba, hogy nem túl szép eredménnyel, viszont valóban, ahogy te is mondod, a nevek ott vannak. A teljesítmény, nem mondom, hogy nagyon magas szinten, de ott volt azon a szinten, hogy igenis kiérdemeljék a helyüket, és akkor ez a harmadik Worlds, ha követjük a sémát, tegyétek meg azt, hogy a Weibo döntőbe jut, azon kívül meg lehet tenni, bárki lesz ellenük, az le fogja őket gyűrni. Azt gondolom, hogy tényleg, ha csak a neveket nézzük, megadnám nekik az esélyt, hogy igenis ennek a csapatnak ott kéne lenni, de a csapatnév meg azt mondja, vagy azt mondatja velem, hogy nem lehet bízni bennük. Egyszerűen a kaotikus rossz, és valaki úgy fogalmazta meg ennek a csapatnak az úgymond nevét vagy titulusát, hogy a mérgezett kehely. Tehát, hogy szeretnél nekik szurkolni, de tudod azt, hogy az a szívednek fájni fog egy idő után. És Zhaohu önmagában egy ilyen játékos véleményem szerint, hogy rengeteg lejátszott meccse van, rengeteg olyan mérkőzése van, ahol azt mondjuk, hogy akár világ top 3 midese lehetne, így overall, aztán jönnek olyan meccsek, amikor azt mondod, hogy aj, miért nem vonul vissza? Ezt kérdezhetnénk Tarzantól is, hogy miért nem vonul vissza. Tudjuk, hogy ő is tagja volt annak a Griffinnek, ami megnyerte az alapszakaszt kétszer, hogy utána kétszer kapjon ki. Egész szezonban, vagy egész évben kétszer veszítettek szériát Koreába, a döntőbe, mindig a T1-tól ki tudtak kapni. És Tarzan tagja volt annak a csapatnak, az a csapat szerintem egyébként sokkal többre volt hivatott. Mindegy, maradjunk itt. Szerintem ez a Weibo nem sok vizet fog zavarni. Én nem érzem Kínát most annyira erősnek, mint Koreát, legalábbis az alsóbb szídeket, aztán majd beszélünk persze a Bilibiliről, de itt vannak, és nem lehet azt mondani, hogy ők se szeretnék az agressziót, mert elképesztő sebzésorientált kompokat raknak össze a top lane-en kívül, és erre azért oda kell majd figyelni, hogy nehogy Tarzannak itt a Nidalee Lilangjai betaláljanak. Pont ez az, amin én is gondolkoztam, hogy azért azt meg kell hagyni a Weibo úgymond kontójára, hogy mind a jungle-ben bődületesen nagy damage-et tudnak kiosztani, hogyha megkapja az AP carry-ket Tarzan, mint pedig, hogyha Light olyan helyzetbe kerül, ugye ők voltak azok, akik a JDG-t le tudták gyűrni 3-2-re, azt a JDG-t, amiről beszélgettünk, hogy azért egy Karnabi, egy Ruler, bőven itt kellett volna, meg egy Yago. Yagaót nem mondjuk, tehát, hogy na, azért, de hogy tényleg Karnabi Ruler párosa volt ott a JDG-ben, ennek ellenére Light konkrétan a széria legjobb játékosa volt, és ha Lightnak jól jön ki a lépés, akkor szerintem rajta keresztül vezethet az út itt a Weibo számára. Itt van egy másik csapat, ahol vannak ismerős nevek, van egy óriási botrány, ami kirobbant itt az elmúlt napokban, de végül ezzel az öt játékossal szerepelnek majd a világbajnokságon, scoutot nem kell pótolni a Yagaónak, ami azért fura lett volna, de ha rájött, kimondta az áment, utána végül is megoldották Ruler, lehet, hogy Ruler segítségével, lehet, hogy nem Ruler segítségével, de a lényeg, hogy scout ott lesz a világbajnokságon, elutazhat, és a Gala Pentakir csináljon már végre valamit, ez a srác, aki Uzi utódja, na ezt továbbra is próbálják bele tuszkolni a pikembe, több siker, kevesebb siker, az majd kiderül, ez a csapat se rossz, más a stílusuk, mint az előző Weibo Gamingnek, azért ez továbbra is Gala csapata, és mindig is Gala csapata lesz, mert tényleg egy új Uzi, és a játékstílusa erre következtet, de mi ez a 8x, ne csináljunk már ilyet, hogy 8x, igen. Itt az AP ennyire fontos botlénen.
Ettől félek én is, hogy a Ziggs, a botlane játékok, azok teret fognak hódítani a Birdsön. Nagyon nem tenne jót egyébként nézői szemmel szerintem itt a dolgoknak. Csak bízok benne, hogy el fog tűnni valamilyen utomódon Ziggs, és akkor inkább játszanak Jinxet meg Aphelios, de ne Ziggs-et, könyörgöm. Mert a legtöbb lövész, aki itt van, abszolút szereti azt, hogyha pörgős a játék, és valóban nem az van, hogy jaj, dobálgassuk a bombákat, aztán majd lesz valami. Egyébként itt a scoutos témára kitérve tényleg arról szólt ugye az egész történet, hogyha valaki nincs tisztában a dologgal, hogy még korábban ugye a scout CDG-ben játszott, és onnan valamilyen szerződés miatt egyszerűen mennie kellett volna tárgyalásokra, nem volt neki engedélyezve, hogy elhagyja az országot, de szerencsére ezt meg tudták oldani időben. Lehetséges, hogy van egy játékos, aki ebbe közre játszott, és segített neki, hogy részt tudjon venni a Worlds-ön, de összességében ez megtörtént, és így scout utazhatott, és nem kellett Yagao-t bevetni, mint egy ilyen, hát nem is tudom, végső megoldás. Hát gyakorlatilag igen. Hát végső állomás, inkább maradjunk annyiban, hogy megoldás, de Yagao nem lesz itt azért a világbajnokságon, neki nem kell elutaznia, hát pedig biztos szívesen megnézte volna Berlin, Párizs vagy akár Londont, de helyette itt van scout, egy koreai, négy kínai, ez szokása egyébként a kínai csapatoknak, hogy kevés koreait azért, de átát hoznak. Azért az egy erősebb régió, mert Korea kitermeli az importokat, Kína meg nem. Szóval a kínai import játékost egy kezünkben meg tudjuk számolni. Ott volt Shadow, ott volt, aki tudjuk, hogy félig olasz, ott volt Bo, de maradjunk annyiban, hogy itt tényleg Korea az, aki dominál összességében, mint játékos erő. Zika, Beibei, Scout, Gala, Hang, majd róluk beszélünk akkor, amikor elkezdődik a Swiss Stage. Senki nem tud róluk túl sok jót mondani, a Beibót megverték nagyon, hát, ez pont elég volt. Igen, főleg, hogy az év első fele egyébként a tavaszi szezon az nagyon rögösen indult nekik, és arról volt szó, hogy ugye Gala köré újraépítik ezt a csapatot, ennek ellenére konkrétan úgy nézett ki, hogy az első, nem is tudom, 2-3 hét után már temetni akarták, de így játékosokkal együtt az egész orgot. Valamilyen úton módon feltámadtak, és nyárra ez a feltámadás már egy olyan összeérésé kovácsolódott, amire azt lehet mondani, hogy igen, megérdemlik, hogy itt legyenek, és ha... Tehát láttuk már nagyon sokszor ezeket a játékosokat, azért Scout sem először van Worlds-ön, Gala sem először van világversenyen, sőt, neki ugye van már címe is, nem Worlds, de ugye MSI győzelme van Galának, és már csak emiatt is én azt merem mondani, hogy ha valaki az LNG lehet egy ilyen pozitív meglepetés, viszont benne van a pakliba az is, hogy mint a tavalyi évben bejutnak a legjobb 8 közé, aztán kapnak egy akkora sallert valamelyik koreai csapattól, hogy csak úgy sűvítenek hazafelé. És akkor elérkeztünk a top 2-be, és ha már top, akkor a top eSports. Ők a második helyezettek most itt Kínából. Jaj. De nem tartotta legalábbis Kédről sem, meg senki sem őket egy szinten például a Humblelife-val, a Gen.G-vel, vagy akár a T1-nal és még a D plusz Kia-val sem, pedig ez a top eSports azért így összekukázta, hogy lehet ilyen szépen fogalmazni itt a sztárjátékosokat. Megszerezték 369-t a JDG-ből, ott van Tian, akinek voltak szebb és jobb pillanatai, mint most, de ennek ellenére azért nem lehet bántani, mert csak top 2 jutott. Krem kérdőjel, nagyon kevés hőst rotál, azért ebből lehet probléma. Jackie Love egy zseni, szóval tényleg neki a stílusa az mindig ember feletti. És Meiko meg a régió legjobb supportja, legalábbis abszolút így hivatkoznak rá, és ezért a top eSportot szerintem leírni nem szabad. Na, ha valakik, akik tényleg nem kapnak semmilyen figyelmet, és mégis ott lehetnek a végelszámolásnál, azok szerintem pont ők. És ez azért érdekes, mert a korábbi évek során nagyon sok alkalommal volt ugye arról szó a top eSports kapcsán, hogy úristen, ennek a csapatnak legalább a döntőig kell menetelni, úristen, a top eSports a legesélyesebb, úristen, top eSports így, top eSports úgy. Most van tényleg az, hogy nem beszélnek róluk, mert egy, az org korábban már sokszor befürdött, sokszor volt olyan, hogy vereséget szenvedtek olyan csapatoktól, akiktől nem szabadott volna, és emellett a játékosoknál is volt már nem egyszer, hogy kellemetlen helyzetbe kerültek, és olyan playeket mutattak be, ami nem feltétlenül egy mondjuk kínai bajnok csapat, vagy éppen második helyezett csapatra val. Tian, amikor említetted, azért mosolyogtam egy jót, mert azt gondolom, hogy a Tian a jungle Yagao-ja, és
ami egyedüliként mondjuk az ő neve mellett szól, az, hogy talán az egyik leggyorsabb stílusú junglös, tehát hogyha kell, akkor úgy tud gankelni, hogy észre se veszed, de mellette full clear-eli a jungle-t, és aktív, nagyon-nagyon aktív, viszont nála is benne van az, hogy hajlamos beleszürkölni valahogy így a játékba, hogy azt érzed, hogy aktív, ott van az akciók közelében, de valójában nem veszi ki a részét az akciókból, és sokszor volt a Top Esportsnak ebből például elvesztett meccse is, szóval mindenképpen Tial lesz az, akin szerintem a legtöbb múlik ebben a csapatban, mert 369-t továbbra is szerintem a világ top 3 top laneréhez oda lehet rakni, a Jackie Love Meiko botlane páros az meg tudja ütni a legjobbak szintjét is, így kettős terén Krem meg, ahogy te is mondtad, hát hozza a kötelezőt, és az meg én szerintem elég a midlénen, amit ő hoz, mert akárcsak, ha megnézzük a sebzés kiosztását is, bőven jól játszik Krem. Ő is az AD-keriket preferálja, mint gyakorlatilag minden középső svényes, aki szeretne beleszólni most itt a világbajnoki cím sorsába. Azt el kell fogadnunk, hogy átalakult a midlane meta. 369-nál a Mordekaiser lett kérdés, hogy mennyire fogják azt engedni, vagy csak is kizárólag tankokkal játszik, mint Weak Side King. És akkor itt van a legnagyobb riválisa a koreai régiónak. Egy személyben van egy Bilibili Gamingünk, vagy egy csapatként, mert a Bilibili Gaming megszerezte a legjobb kínai játékos most jelenleg, aki a középső ösvényen gyakorlatilag tönkreveri most az ellenfeleket, Knight-ot. És ez, ha nincs Knight, ez a csapat szerintem top 4-be se lenne. Nagyon jó Knight. Azt mondod, hogy ennyire felhúzza? Szerintem őket? Igen. Szerintem igen. Érdekes, mert én meg azt gondolom, hogy az Elk on páros a botlénen konkrétan most a világ legjobb botlénje, de összességében meg kell hagyni, hogy ha valaki Knight-nak meg kell próbálni felvenni a verseny Csovival, és azt gondolom, hogy az MSI után kapott egy akkora pofont, hogy ez a Birds lehet az, ahol ilyen igazi animés comebackként, tudod, amikor ilyen kis meccsen kigapsz a legnagyobb riválisodtól, te mint a main karakter, aztán találkoztak a nagy döntőbe, és nem majd ott oda pakolsz neki. Ez lehet talán az a torna, ahol Knight bebizonyítja, hogy ha átmenetileg is, de tud jobban teljesíteni, mint Csovi. Nagyon meglepett engem a Bilibili, hogy leigazolták Vayt. Mert alapban nem ő volt az első számú jungle-ösük, mert Zsün volt, és Zsünnel játszottak le rengeteg mérkőzést, aztán úgy voltak vele, hogy hát hozzunk még egy gyakorlatilag ugyanolyan szintű játékos, és megnézed, teljesen más a stílusa, mert Zsün a keriket szereti, Vay meg a kiszolgálás, és ha a kiszolgálás működik, és a Bilibilinek ez úgy tűnik működik, mert megnyerték Kínát, na mindig csak mégiscsak a második legerősebb régió világon, lehet, hogy ez a nyerő taktika, hogy nem ő lesz a carry a csapatba, ott van Knight, ott van Bin és ott van Elk, és Binnek is egy Jax játéka van, de azért én többre számítok tőle, több Jaxre. Nem rossz az a karakter. Igen, itt a Jax, mint olyan, mint karakter, nagy valószínűséggel jó párszor elő fog fordulni a Worlds-en, mert mindemellett, hogy sok játékosnak a póljába benne van, akár csak elég ránézni mondjuk Impactre, aki szerintem az LCS legjobb Jax játékosa, ott van 369, ott van Bin, tényleg nagyon-nagyon sok játékosnál benne van, hogy fogunk Jaxeket látni, ennek ellenére nem körülötte fog forogni a top lane, és hogyha mondjuk vakon kell pikkelni, akkor nem feltétlenül Jax lesz az első gondolata a legtöbb játékosnak, illetve a legtöbb edzőnek, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a Renekton-k, Santék maradnak, egyszerűen nem nagyon lehet őket eltüntetni, és akkor ha valamelyik esetleg tiltásra kerül, akkor köréjük lehet még okosan gondolkozni, illetve ugye a Rumble Cannon AP vonal sem félbáról vehető. Rumble kicsit a háttérbe szorult egyébként, mert kapott gyengítéseket, és most a csapatharcokat... De tényleg őt megölték. Igen, szóval azért a Rumble szerintem nem lesz akkora faktor, mint Cannon. A kérdés, hogy tudnak-e még más AP karaktert játszani toppon, gondolok, hogy akár Ryze-ra, akár Azir-ra, akár Liliára, mint tankbontás, ez régen működött, próbálgatták, főleg a Lilia top volt az, ami úgy tűnt, hogy beválhat, de a Ryze-t is, meg Azir-t is behozták, amikor Ranger Champ-ban kellett játszani. Akkor már inkább a Morde vagy a Gwen lesz szerintem az irány, amit követni fognak. Morde, igen, a Gwen, hát az is szituációs. Most Csacsinál láttam például solo queue streamen, hogy Gwen ezgetett. Volt, amikor nagyon jól ment neki, volt, amikor ráültek és első 5 percben gyakorlatilag tönkreverték onnantól, meg esélye sem volt visszajönni. Ahogy nem azzal a csapattal kezdünk, amelyik negyedik lett Koreában, hanem azzal, amelyik szerintem teljesen indokolatlan, hogy ott van, mert a két rosszernek kéne ott lenni, a D plusz Kia. Mert a D plusz Kia... Halló!
Én nem tudom, hogy mit keres itt. Szerintem a Katie jobban megérdemelte volna. Én nagyon szeretem Showmaker, szerintem az egyik legcukibb játékos, meg egy igazi showman, szó szerint, de ez a csapat, ez nem jó. És mégis itt vannak. Ez a legjobb a Dambon ötösében, vagy mondhatnánk hatosában, mert egy olyan rosterrel vannak itt, akiknek abszolút valóban, ahogy te is mondod, nem tartoznak a, ha mondjuk Kína korát nézzük, fixen a 8. helyen vannak erőviszony tekintve játékosok. Igen. Ennek ellenére bebizonyították azt, hogy igenis van egy olyan összhang ebben a csapatban, egy olyan kitartás ebben a csapatban, hogy nemhogy negyedik seedként, de harmadik seedként jutottak ki Koreából, és Showmaker az, aki a legnagyobbat bizonyította szerintem azzal, hogy ezt a rostert úgymond kijuttatta, vagy ezzel a rosterrel ki tudott jutni, mert szinte minden évben részt vesz a World Zone, amikor igen. akar. Igen. És ez a legnagyobb ereje úgymond, mind Showmakernek, mind a Dambon Kiának, hogy ők úgy vannak itt, hogy rajtuk van a nyomás, de nem feltétlenül a rajongók, illetve a nézők által rájuk rakott nyomás, hanem ők saját magukra tehetik rá azt, hogy itt vagyunk, és bizonyítani akarunk minden évben. Fiatal a csapat, behozták a Challenger teamből Mohamot, ő se kezdett velük, hanem időközben váltottak, látjátok is, hogy Kellen volt az elsődleges támogató. Showmaker nem korkizik annyit, inkább táliázik, ez megint egy ilyen egyedi dolog nála, hogy nem azt a karaktert preferálja, mint mindenki tulajdonképpen a legjobb midesek között. Lucid, ahogy azt már megvárható volt, ő is csak kiszolgál, és Kingernek az Aatrox-a persze legendás, és tudjuk, hogy az neki az abszolút csúcs karaktere, de nem az elsődleges. Szóval ezek egy megint olyan dolog, hogy van egy hős, ami egy játékossal gyakorlatilag összeegyeztethető minden egyes monológban, de mégse róla szól valójában, csak már így összefügg a fejünkben, hogy ó, igen, akkor ezt, mint Showmaker Syndra, hogy hány Syndra meccse van, nézzük meg, nulla. És nem azért, mert Syndra játszhatatlan, hanem a meta egy kicsit elhaladt mellette, és inkább Nasusokat pikkelt Showmaker is, hát jó rossz is volt, mert Csovja Garennyével agyonverte, de hogy ő is próbál alkalmazkodni, szerintem a D plusz Kia Cade-ről szerint ott van amúgy, mint a egyik legjobb, a negyedik helyre tetteszem a power rankingébe. Az mondjuk erős. Az erős, szerintem 8. Szóval tényleg ez a hát csapat, hogy eddig eljutott, ez ilyen csoda. 6-7-8, én szerintem valahol ez a 6-7-8 az működhet. Na de most ők hova helyenek szerinted? Mert hogy ez a csapat is, hogy mit csinált az okay. évbe? Oké, okay, váltsunk, mert tényleg a D plusz Kia lesz az, akinek én titkon szurkolni fogok, de ezt most még kimondhatom, adásban már nem. Miközben a T1-ra váltunk, hát maradjunk annyiban, hogy könnyen lehet, hogy ez az utolsó tánc, én azt mondanám. Mm-hmm. Nem nagyon tudom, hogy vagy vele, Loe, de azok után tényleg, hogy milyen éve volt tavaly a T1-nak, és már ott voltak, akik azt kiáltották, hogy robbantani kell, megmutatták azt, hogy soha nem vehetett félvárról sem Fakert, sem az orgot, de hogy idén mit fognak összehozni, mert tényleg már fél lábbal gyakorlatilag kint voltak a Birds részvételből, amire nem sokszor volt példa. Meglátjuk. Én nem merek nagyon nagy szavakat mondani, mert tudom azt, hogy a fél ország T1 rajongó, és nem akarok senkit megbántani, de az biztos, hogy az eddigi legnehezebb Birdsnek néz most elébe a T1 szerintem. És saját maguknak köszönhetik, hogyha nem jutnak be a Swiss, vagy nem jutnak tovább a Swissből például, mert a meta elszaladt mellettük, és azért T1 meccseket sokat nézünk, én legalábbis sokat, mert valahogy mindig úgy jön ki a lépés, hogy ez pont belefér a második monitorra, meg alapból azért persze követem őket, hát mégiscsak Faker, meg a többiek, meg a címvédők, ők a világbajnoki címvédők, de érzem azt például Gumayusinak is ez a Ziggs abúzusa itt az utolsó néhány mérkőzésen. Miért kell? Vállalhatatlan volt, és az volt a legjobb, hogy behozta a... Hogy is volt? Hogy ő játszotta úgy a Ziggs, hogy köze nem volt a tornyokhoz, és amikor előtte behozták a T1-en, lehet, hogy pont két meccs volt, valami D plusz tök mindegy, valami meccs volt, és ott meg láttad, hogy kéne játszani Ziggs, és ott van Gumayusi, aki nem tudja ugyanezt prezentálni neked, pedig nem voltak itt őrült lane swap-ok, meg nem volt az, hogy teljesen kiszorították a toronyon, egyszerűen nem érezte azt, hogy mit kell csinálni, és ezért gondolom úgy, hogy ez a botlane most nem jó. Szóval nem azt mondom, hogy rosszak, persze nem azok, de hogy
még pénzéket is föléjük tenném, pedig pénzre is sok mindent el lehet mondani, de hogy nem az, hogy a világ legstabilabb adékerje, főleg amikor van előnye, vagy rajta múlik minden, akkor ő is összeomlik. Volt már erre például korábban más játékosnál is, és nem lehet csak pénzt kiszemelni, de hogy valahogy úgy érzem, hogy Gumayusék nem szeretik a metát, Faker küszködik, mert neki is nagyon unalmas, hogy folyamatosan három karaktert rotál, és az tök jó, néha van nagyon jó meccse Tristanával, néha nincsen. Owner nem tud flashizni, mert szedzsuálizik, mondjuk azzal is nagyon agresszív, nagyon tetszik a játéka. Ezzel egyet értek. És akkor ott van Zeus, aki meg a top lane king, legalábbis azt hiszük, hogy az, és valójában meg nem az. Szóval neki is vannak olyan meccsei, hogy 0-5-be kezd, vagy ilyen brutálisan hatékonyság tekintetében a béka feneke alatt van, mert kiszorítják, mert megölik, mert rosszul megy vissza teleporttal, szóval ez a T1 ezer sebből vérzik, és ezt mindenki látja, aki szerintem nézte őket, vagy követi a topligákat. Ennek ellenére valahogy beverekedték magukat, két elleni szériát csak kiharcolták, azért itt voltak izgalmak. Az nagyon szoros volt, ötödik az egy meccs. Nagyon szoros itt, volt. Itt már is kellett felejteni ezt a nyomba Zix, mert annyira nem ment Gumayusinak vele. És igen, mégis nyertek. Pont ez a lényeg, pont ez a lényeg. Ráadásul elég komoly hátrányba is kezdték azt a meccset, de ez is a T1-nál is egy hasonló dolog, mint amit a G2-nál is elmondtunk, ami szerintem egy óriási erőssége a csapatnak, hogy amikor rezeg az a bizonyos deszka, akkor a T1 úgy össze tudja magát szedni, és náluk is megvan ez, hogy ha van teher, akkor lesz teljesítmény is. Ha van valamilyen úgymond tényleg szorongató tényező, amit nem a Gen G-nek hívnak, akkor lesz teljesítmény is a T1-nál. És emiatt gondolom azt, hogy persze lassan Zeus átnevezhetné magát Poseidonra, mert hullámzik, mint a tenger, a teljesítményét tekintve, de őt sem szabad félváról venni. Fakernek megvan az, hogy ha jön a Words, akkor jön a Buff. És emiatt nem merem azt mondani, hogy a T1 nem esélyes arra, hogy megint ott legyenek, de nem is fogom azt mondani, hogy biztosan ott lesznek, mert az idei év az nem alakult jól számukra. Amire nagyon kíváncsi leszek, hogy a botlénhez hogyan fognak viszonyulni, mert tudjuk jól, hogy ha világversenyről van szó, legyen itt MSI vagy Birdsről szó, akkor átalakul a T1 egy olyan stílusra, hogy a botlén-centrikus játék az előjön, és nem feltétlenül Gumayusi miatt, hanem sokkal inkább Keria és az ő őrült pikjei miatt. Lásd a korábbi AD carry supportok, ami szerintem most is egyébként előkerülhet, mert Caitlyn ott van a meta közelben, és tudjuk jól, hogy Caitlyn volt az egyik, illetve Ashe a másik, akit folyamatosan így használt a T1, szóval én azt mondom, hogy ők is egy úgymond üdeszín foltja lesznek majd a Birdsnek, meglátjuk, hogy az élénk szín lesz, vagy egy nagy fekete paca. És akkor megint cserélünk egyet, mert nem a bajnok csapat következik, vagy a bajnok csapat következik, és nem az, amelyik elveszítette a döntőt, mert mégis a Gen G-t szerintem mindenki jobbnak tartja még így is a Hanvánál, de jött a Hanva Life, és ők a bajnokai az LCK-nek, óriási meglepetésre tudták győzni a Gen G-t. Nézegettem még a döntő előtt ilyen prediket, és 100 emberből 99 a Gen G-t tippelt egy győztesnek, és mégis a Hanva Life diadalmaskodott, és ez egy óriási dolog Peanutnak, szóval az, hogy ő hány csapattal nyerte már, ez az ötödik csapat, amivel megnyeri Koreát, tényleg egy hatalmas veterán, nagyon szimpatikus az, hogy ő is egy olyan játékos stílust képvisel, ami nem látványos, de mégis nagyon hatékony és hasznos, és a többiek ki tudják őt egészíteni, de ha ez a csapat nem ilyen agyonbuffolt Zekával érkezik meg erre a világversenyre, akkor szerintem sehol nincsenek, mert Zekának is olyan jó volt a döntője, hogy csak pislogtam. Érted? Behozta Jonét, és az a Zeka volt, amelyik megnyerte a világbajnokságot. Igen, néztem egy összehasonlítást Csovi, illetve Zeka között, hogy Zekának van ugye egy BB győzelme, míg Csovinak konkrétan fel volt sorolva minden, aztán ennek ellenére tudjuk, hogy ki nyerte most a legutóbbi LCK-t, és én is azt gondolom, hogy ha Zeka jó formát fog ki, akkor ez a csapat bármire képes lehet, mert ez a Doran, Peanut, Viper, Delight-tal felvértezett úgymond ötös, nagyon jók a nevek, nagyon-nagyon jók a nevek. Pakoltak már le annyit az asztalra, hogy mindenki rettegni fog tőlük, viszont ha valaki jól kezdi a meccset ellenük, akkor könnyen lehet, hogy az egy sima win is lesz, legyen szó itt akár szériáról, akár csak egy-egy gameről. Viszont nagyon tetszik tényleg ennek a Hanvának a stílusa, amit képviselnek, hogy megvan a meta, tehát megvan az, hogy szinte full metát játszanak, viszont azt olyan stílusban csinálják, hogy kellően agresszív, ha éppen szükséges, kellően makroorientált, ha éppen arra van szükség. Egyszerűen ez a Hanva is egy mondhatni komplett csapat.
Nem lehet tényleg azt mondani, hogy nem érdemelné meg a hamba azt, hogy megnyerték az LCK-t, mert ilyenről szó sincs, meg azt, hogy ne legyenek ott a világbajnokságon. Viszont a Genji szerintem magának köszönheti, hogy elveszítette a döntőt 2-1-nél, mert ott a draft az teljesen abszurd és badarságnak tűnt, amit össze. Az az Udyr top, hogy ezt mit akartak, meg az, hogy szegény Csovi tök egyedül volt a negyedik meccsen. Mutattam is a statisztikát, én néztem élőben persze a döntőt, de... És az ötödiken meg Zeka, hát élet egyik legjobb jó németcsét rakta össze. És kellett is. Kellett is, mert amúgy azért itt volt ki, nem azt mondom, hogy úristen nagyon rezgett a léc a hamba alatt, de a Genji-nek nem kellett volna ennyire simán kikapnia, és azért a farmolás meg a scaling ott volt mellettük, és tudjuk, hogy meg lehet verni az X-eket Kai'Sával, ezt láttuk például a T1 meccsein, és mégis úgy tűnik, hogy a hamba megtalálta a Genji-nek a kriptonitját, legyen egy Zekád, aki pazarul játsza tényleg meg a legjobb karakterét, és a hamba szerintem be fog jutni a top 8-ba mindenképpen, azt azért nem veszem el tőlük. Ott már a sorsolás. Ott a sorsoláson nagyon sok fog múlni. Ha jön egy ilyen elképesztően tapasztalt együttes, akár egy Weibo, akár egy top e-sports, vagy valami, amivel nem számolunk, azért ott lehet, hogy beletörik a bicskájuk abba, hogy a rutintalanság azért nem mellettük szó. Mármint, hogy ők is rutinosak, de hogy... Igen. De Zeka nem. És szerintem Zeka az, aki itt a legnagyobb kérdőjelebb az a csapatban. A probléma az ezzel a kijelentéseddel, Loe, hogy ennek ellenére Zeka egy VB győztes játékos, és... Az a VB, amit úgy nyert meg a DRX, hogy nem kellett volna megnyerni, se előtte, se utána nem voltak sehol, ott pont nyertek, ott pont sikerült mindenkinek összejönnie, 5 meccsen... Nem... De és az volt az a VB... Az csak a kék oldal nyert? Az a döntő volt? Igen. Na, hát az a VB, ahol... Konkrétan a DRX a legkevésbé esélyes Kína per koreai csapatként eljutott a döntőbe, és azt mondták, hogy ha már itt vagyunk, akkor köszönjük, elviszük a trófeát. A play-ből jutottak odáig el. Az nemhogy nem kellett volna megnyerjék, az a mesébe illő sztori volt, és ha erre nem tud Zeka alapozni, akkor semmire, hogy egy jó teljesítményt tegyen le az idei Worlds-ön. De milyen rég volt már ez a győzelem, ha belegondolsz? Tavaly hol volt Zeka? Két éve volt, haló. Ez tavaly az... volt egy hullámvölgy. Olyan mélyen volt a völgybe, ahonnan azt se látta, hogy a, nem tudom, a hegyeket se látta ott mellett. Nem, de ha megnézed, most meg korai bajnokként mászott ki onnan. Bajnok. Előbújt a völgyből. Na de Genji. A legjobb, a világranglista legerősebb csapata, mindent ők vezetnek, gyakorlatilag nekik kell volna megnyerni a koreai döntőt is, de nem nyerték meg, és ebbe azért nem csak az edzői csapatnak volt szerepe, hanem a játékosoknak is természetesen, szóval nem lehet csak a draftra fogni azt, hogy a negyedik és az ötödik mérkőzésen alul maradtak, hiába vezettek 2-1-re. Nincs igazán probléma ezzel az együttesse. Az, hogy Kenyon néha miért választ olyan karaktereket, amivel annyira azért nem játszik jól, az egy furcsa dolog, de legjobb Nidalee ő a világon, tud játszani egyébként tankokat is, ha szükség van, és Csovi a világ legjobb középső ösvényese. Úgyis, hogy kikapott Zekától. Úgyis, hogy kikapott Zekától, kérdés nélkül. Ha megnézzük, hogy ez a csapat mit rakott le az elmúlt években az asztalra, azért azt muszáj kiemelni, hogy egyetlen egy olyan csapat az LCK történelmében, aki 4-szer egymás után tudta ugye felemelni a trófeát. Az érdekesség az, hogy egy játékos van, aki ott volt mind a 4 trófea felemelésnél, az pedig pontosan az általad említett Csovi, úgyhogy már csak e tekintetben is arról van szó, hogy úgy rakták össze ezt a rostert, hogy bár ott voltak az LCK csúcsán, és persze közben idézőjelesen csak egy MSI-t tudtak nyerni világszinten, de felépítették Csovi köré, és gyakorlatilag folyamatosan fejlesztették, úgy cserélték a játékosokat, hogy jobb és jobb legyen ez a csapat. Ennek ellenére persze a Hanwha Life-tól alul maradtak most itt az LCK döntőben, viszont nem tudom, ha valaki megfogja a Genji-t, az onnantól kezdve mehet a döntőbe. Legalábbis így gondoljuk. És tényleg ebben van valami, hogy azért ha Genji-t legyőzed egy BO5-ös szériában, nem egy BO1-be, vagy BO3, vagy BO5-be, úgyhogy 1-2-re állsz 3 meccs után, az mutatja, hogy te tartásügyileg sincsenek problémáid, és nem úgy ülsz a székbe, mint én, mint egy rákocska. De a lényeg az tényleg, hogy a Hanwha Life fejben ott volt, és bebizonyította, hogy képesek arra, amire ez a csapat egyébként a nevek alapján, meg ahogy játszottak, azért az eleve elrendeltetett volt, hogy ott legyenek a végelszámolásnál, és tényleg az volt a szerencséje szerintem a Hanwhának ebben az évben, hogy a T1 gyengélkedett, a D plusz kiát újraépítették, azt ne felejtsük el, hogy ők gyakorlatilag teljesen kidobták a rostert, nézd meg Konyont, hol játszik most, stb.
És a két roster meg az átkot nem tudja magáról levetkőzni. Abszolút és ezért a Humble ott volt a döntőben, pedig alapból azt vártuk, hogy Gen.G T1 döntő lesz. Csak azért, mert T1 a címvédő, világbajnoki címvédő, a Gen.G meg egyszerűen túl jó. Főleg a Canyon féle igazolás miatt, szóval az, hogy Canyon megszerezték, ez olyan, mintha a csúcsformában lévő Vinicius Junior elmenne a Barszába, Reálból. Szóval ilyen hihetetlen. De ez a csapat jó. Akkor és is. Igen, és erre még egy lapáttal rá lehet tenni azt is, hogy nem sok olyan csapat van, akiről úgy beszélnek már az MSI alatt, hogy na majd ők megcsinálják a Golden Road-ot. Hát a Gen.G rajta volt ez a nyomás, és valószínű azért ez is valahol ott lebegett a szemük előtt, hogy ahhoz kellett volna úgymond ez az LCK győzelem is, és biztos vagyok benne, hogy a Hanvalák meg úgy volt vele, hogy mi csak nyerni akarunk, mi csak azért létezünk, hogy ezt az egy LCK-t megnyerjük, ott legyünk a Worldzone első seedként, aztán lesz, ami lesz, alapon majd a Worldzone is jól fogunk teljesíteni, míg a Gen.G-ben tényleg abszolút ott volt az, hogy idén megnyernek mindent, és innentől kezdve jöhet el egy olyan időszak úgymond Csovi életében, amikor arról beszélünk, hogy na akkor átveheti Fakertől azt a bizonyos stafétát. Ez még nem történt meg, azt gondolom, hogy ha a Worlds-ot megnyerik, akkor már ennek muszáj, hogy szóba jöjjön, vagy szóba kerüljön, de még attól igen messze van Csovi is, illetve a Gen.G is. Úgy, hogy persze, amit mutatnak játék, az mind a mellett, hogy tankönyvi, azért szemedgyönyörködtető, mert behoznak olyan karaktereket, és számomra Lehenz volt az, aki leginkább úgymond szembetűnő volt a Renata, meg a Blitz játéka. Tehát, hogy ki játszik Blitzcranket? Ja, hogy ő. Ne, hogy ő. És a gyengesége a Gen.G-nek az továbbra is az, hogy van egy pace-ük, és szegény pace-t lehet bántani amiatt, hogy nagyon nagy nyomás van rajta, mert tényleg bizonyítania kéne minden egyes mérkőzésen, akkor is, hogyha Csovinak nem éppen úgy alakul a dolga. És egyébként bizonyít is, de valahogy mi mindig azt érezzük, hogy a tapasztalatlanságnál sokkal jobban kijön a mérkőzéseken, és ezért lehetne ez a Gen.G talán még jobb, ha mondjuk Viper lenne ott, vagy Ruler lenne ott, vagy Def lenne ott, vagy bárki, de nem, Paze van ott, és ezt el kell fogadni, hogy ha Paze van ott, akkor lenyeled azt a békát, hogy néha ő is kicsit, hát nem annyira durván, persze, hogy nem annyira durván, de mint Noah össze tud omlani, és azért... Miért? Na, miért? Tehát az, hogy Paze 18 éves, és valószínű azzal már tényleg, hogy évek óta úgymond a Gen.G-nél van, szerintem 99%, hogy úgy számolnak vele, hogy figyelj haver, te itt leszel még Csovi mellett a következő 3-4-5-6 évben, ha kell, és ez a fajta nyomás az, amit idő, mire feldolgoz az ember véleményem szerint. Ez egy jó meglátás, én is úgy gondolom. Na, Maka, volt-e már olyan, hogy MSI-t és Worlds-öt ugyanaz a csapat nyert egy évben belül? MSI-t és Worlds-öt? Biztos, hogy volt. De nagyon régen volt, ha belegondolsz, mert azért most itt az elmúlt években hát teljesen abszurd volt. SKT volt, nem? Még 2000, még a régi SKT 2016-ban. Én nekem úgy rémlik, hogy most egyik évben az SKT volt, amikor nem néztem még a Competitive League of Legends-et. Ha jól rémlik. Na, nézzük. MSI győztesek, 15-ben Edward Gaming, 16-ban SKT, igen. 16-ban volt utoljára, szerintem, hogy ugyanaz nyerte meg, és ez így is van, 16. Azóta nem. És a Gen.G-nek most óriási szansa van, de akkor én itt elárulom a pikememre, hogy kit tettem győztesnek, aztán te is mondhatod, ha már ezt kitöltötted. Kitöltötted? Természetesen. Na, mondjuk 3-ra. 1, 2, 3. Bilibili. Bilibili. Így van. Mind a ketten Bilibilit tettünk. És szerintem ez nem véletlen. Okay. Indokold meg kérlek. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. A Bilibili Gaming úgy gázolt át Kínán, hogy nem volt ellenfelük. Ez fact, szóval ez tény, hogy ők messze a legerősebb csapat, és sikerült úgy gyengíteni a riválisokat, mert ők egymást elkezdték így kannibalizálni az igazolásokkal, hogy a Bilibili egyben maradt, és igazából egy játékos cserélte a midlane-t. Semmi más nem változtattak, ha belegondolsz. És ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, mert Yagao stílusa az metától függ. Ha azért jó, akkor ő jó. Ha azért nem jó, és most nem annyira jó, akkor ő se jó. És meg maga az, hogy a stílus az gyakorlatilag ugyanaz volt, szóval minden meccsen ugyanazt csinálta, és azért Knight sokkal flashibb, sokkal inkább alkalmazkodóképes, és sokkal inkább sztár allűrökkel rendelkezik, mint Yagao, és Knight élete formájában játszik, és ez a Bilibili már eddig is egyébként jó csapat volt. A JDG mögött nem voltak ők olyan rosszak még akkor, amikor a JDG-ről szólt minden, és szerintem most teljesedtek ki igazán,
És úgy gondolom, hogy ha meg, és döntő egyébként, ha úgy alakul a sorsolás, akkor Bilibili Genji természetesen, és Knight-nak az lesz az igazi, hogy ő legyen a világ legjobb játékosa, mert az igen, jelenleg Csovi, és szerintem Knight-ban benne van az. Ami még mondjuk a másik oldalon pénzben nincs, hogy a nehéz pillanatokban bizonyítsa, mert a többieknek már nem kell bizonyítani, mert azért ott voltak nagyon-nagyon régen is a legjobbak között, Onelk is azért már ideje nyúzza a dolgokat. És lehet, hogy nevek alapján, meg kínai régi vagy olyan, hogy nem beszélünk sokat róla, de a játékstílusok nem változott olyan tekintetben, hogy a négy játékos tudja azt, amit eddig is, és csak Knight kellett ehhez, hogy összeálljon a képlet. És Knight tényleg kitölti az űrt. Nagyon kellett oda ő. És az az érdekes, hogy ezt így simán megtehették, hogy cseréltek egyet tulajdonképpen Yellowt Knightra. Igen. Nagyon meglepődtem, amikor ez megtörtént, de azok után, hogy ugye 369 is dobbantott úgymond a JDG-ből, ez szerintem Knight szemszögéből sem volt egy meglepő döntés, és én is azt gondolom, hogy ha most egy csapatot kéne választani, ahol a legkevesebb úgymond okot tudom mondani, hogy miért nem nyerik meg, akkor az a Bilibili lenne. Ráadásul nagyon tetszik az, hogyha kell. Korábban nem egy olyan Worlds győztes csapat volt, ahol időközben a jungle-öseket úgymond rotálgatták egy-egy meccs erejéig, de most itt ugyanez a helyzet, Vej és Jun bármikor képes cserélni, és ugyanazt a szintet képviselik, szóval simán benne van, hogy ha játékstílust kell váltani, mondjuk egy szérián belül is, szerintem benne van, hogy lesz ott csere. Na, és akkor most jön a három, na, a 90-50-10 az megvan? Igen. Hogy játsszák Redditen? Igen. Na, nézegettem, nagyon jó, akkor kezdjük, játszunk mi is egy ilyet, ez az záró akkordunk, és akkor utána ezt az adást lezárjuk, és majd feltöltjük a vodot természetesen YouTube-ra, ott vissza tudjátok nézni. Szóval 90-50-10. De meg kell spékelni, Nem mondhatsz kizárólag régiót, muszáj vagy játékosra, vagy csapatra korra. Ja, természetesen. Kezdem a 10-zel, jó? Kezdek én egy 10-zel. Remélem nem veszem el előled. Én 10% esélyt látok arra, hogy a T1 egyetlen mérkőzésen is te bedobjerek lesz. Oké, amúgy, erre nem gondoltam, de nagyon tetszik. Én 10% esélyt látok arra, megmondom neked őszintén, hogy a G2 be fog jutni a top 4-be. Tetszik. Egyébként, higgyük el, örüljünk annak, hogyha Elisi csapat minél tovább itt, én úgy gondolom. De hogy annál több nem lesz. Annál több nem az. Top 4 az olyan lesz, hogy akkor leborulunk így, és örülünk. Jó, akkor 50% esélyt látok arra, hogy a play-inből nem fog tovább jutni egyik nyugati csapat sem. Oké, azt mondjuk... A Mad Lions Koi se a 100 Thieves. Az mondjuk erős, de nem is akarom cáfolni egyébként, ez teljesen korrekt. Túl sok a rúkjuk, csak ennyi. Én 50% esélyt látok arra, hogy több mint 3 darab pentakilt fogunk végignézni a Swiss Stage-ben. Wow, nagyoknál. Rengeteg lesz, szerintem nagyon sok pentakill lesz így összességében most a Worlds-en. Annak egyébként lehet örülni, mert a meta az ezt mutatja, azért látunk olyan pentakill, amúgy a legjobb példa erre, most azt hiszem Showmakernek volt egy meccs, hogy 0-0-1-ben volt, és 4-0-1-ben lett a vége, vagy 4-0-2, mert hogy mindenki jött neki, Korki beindul és pentázik, vagy Ezri beindul és pentázik, vagy majdnem pentázik. Szóval azért erre szerintem az 50% az tök jó. Igen, Ziggs az egyedüli, aki ebbe beleszólhat, ugye. Ha Ziggs van, akkor nem lesznek penták sajnos, szóval mindenki szurkolja, hogy ne legyen Ziggs. Ne legyen Ziggs, nem akarunk AP-keriket látni boton, legalábbis nem Ziggs-eket, legyenek Syndrák vagy Vladimirek, és akkor Matebuff is örülhet. Na, és akkor 90% ugye ez az, ami majdnem biztos, de nem annyira biztos. Az én 90%-om az, hogy bocsánat, nem lesz nyugati csapat a top 8-ban. Ez majd, hogy nem biztos. Mondjuk az én 90%-om lehet, hogy inkább az 50% felé hajazna, viszont én azt mondom, hogy 90%-ot teszek arra, hogy kínai házi döntő lesz. Na. Én szerintem valahogy azt érzem, hogy most Kína mint régió erősebbnek érződik, mint Korea, és a tavalyi évhez képest, mert ugye a tavalyi év is kb. Ezt bizonyította, hogy ha nincs a T1, akkor nem létezik Korea. Na most idén nincs az a T1, aki tavaly volt. De van egy nagyon erős Genjink, és van egy meglepetés Hanbalife-unk. És ezért ezt nem szabad elfelejteni. De igen, Koreában óriási kérdőjelek voltak egész évben, minden szezonban. És senki nem tudta, hogy most a Genjink kívül, hogy most a Genji a T1 szerintem.
hogy ők lehetnek, akik tényleg megmentik a régió becsületét, de ott van a világbajnoki címvédő, ott van Showmaker, meg a kis minionjai, ott van a Hanwha Life Esports, és ha Zeka Jonéjával ébred meg, fekszik, akkor szerintem nem lett probléma. De jó, elfogadom, 90% kínai házidöntő. Jó lesz ez a Worlds, nagyon várjuk már ezt a Worlds-öt. Fakerből Vaskarika, én nagyon büszke vagyok erre a címre, amit adtam. Nagyon jó, nagyon jó. Mert tényleg Fakerékből azért maradjunk annyiban, hogy ez nem Faker éve már. Annak erejre ott van, és megmutathatja, hogy 800 évesen is, úgyhogy az összes pénz már nála ott van a zsebbe, szóval igazából már csak azért játszik, mert büszke. De olyan érzelmi kitörései vannak Fakernek, amit életben nem láttad, hogy veri a fejét a falba. Na mindegy, hagyjuk is. Nehéz éve van. Nagyon nehéz éve van. Nincs könnyű éve, és itt jön majd a kérdés tényleg, hogy hogyan tovább a T1-nak, hogyha véget ér mondjuk a sztori. Tök mindegy, hogy mondjuk a Swiss Stage-ben a legjobb 8, vagy éppen akár győztesen végeznek itt a Worlds-el. Azt gondolom, hogy ezután az év után, ha megint egybe marad a T1, akkor nagyon gyorsan vegyetek mezeket a kedvenc játékosotok nevével, mert az nem tart sokáig onnantól. És ahogy a sportokban itt is azért az exponenciális növekedés a különböző csere platformokon az ilyenkor beindul. Azt tuti. Azt, igen. És akkor ezzel le is zártuk. 25-én indul még egyszer a play-in szakasszal a magyar közvetítés élőben. Természetesen rengeteg felületen eSport 2 TV Twitch csatorna, eSport 1 YouTube, eSport 1 TikTok, megint lesz ilyen vertikális feed, ahol nézhetitek végig a kommentátorokat. Ott van még az esport1.hu, és a Loli Sportsal rengeteg drop vár. Szerintem megint lesznek ilyen csak play-in drop, csak Swiss drop, csak rájátszás drop, amit ott szerezhetsz meg. A pikemet töltögessétek, a kristálygömbbe nézzetek bele, és ne higgyetek el nekünk minden természetesen. És aki szerzett jegyet a Worlds döntőre, valamilyen úton, módon vegye fel velünk a kapcsolatot, ha tudja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kérjük sikerült jegyet, csak mert könnyen lehet, hogy akkor tudunk valami jó kis keget összehozni. Nem? Nem? Akár. Az biztos, hogy mi itt leszünk, legyetek ti is itt, nézzetek minket, rögtön már a play-in szakaszba lehet szurkolni a kicsiknek, ott is van már két nyugati csapat, illetve a PSG Talon, valamint a vietnámiak és Evi Hüvelykújja, szóval izgalmakból nem lesz hiány. Rengeteg mérkőzés, november 2. a finálé, ne felejtsétek, ez szombaton döntő, nem vasárnap, szombaton lesz majd a döntő, szóval már most készüljetek így. Addig is, legyetek jók, szia Maka, köszi, hello. Én is köszönöm, szia.